Jön! A tengelyes tükrözés. Nem értem. Te se? Akkor mindegy. Gyertek gyorsan, kezdjük a próbát, már is indulunk. Mindenki visszahozta a papírt, amit küldtem a szülőknek? Igen, megvan? Jó, szuper. De azért elmondom, tehát tudjátok, 8 órakor találkozunk a portán. 8 óra 15-re ott vagyunk a Millenáris Parkban, és akkor beéneklünk. Falkó, szeretnél valamit hozzáfűzni? Na, jó van, akkor gyertek, bemelegítjük a hangunkat. Tonóra már bemelegítettünk. Igen, így van, igazad van, Palkó. Tornaórán az izmaidat már bemelegítetted, de itt az éneklés előtt a hangszálaidat kell bemelegíteni. Na, gyertek! Bim-bam. Bim-bam, bim-bam-bam. Palkó, miért nem énekelsz? Ennek nincs is szövege. Jó, ki tudja, gyerekek, miért nincs a beéneklő gyakorlatoknak szövege? Ágoston! Mert ezekkel az értelmetlen szótagokkal könnyebben meg tudjuk találni a hangunkat. Így van, nagyon jól mondtad, Ágoston. Mindenkinek meg kell találni a saját rezonanciáját ezekkel a szótagoknak a segítségével. Na, akkor menjünk is tovább. Szia-jú! És hogy Palkónak is jobb kedve legyen, énekeljük szöveggel, mondjuk azzal, hogy Palkó, legyél vidám! Palkó, legyél vidám! Jó, akkor a 4 órások pakoljanak össze, a 4:30-ösök pedig jöjjenek velem. Szervusztok, viszontlátásra! Viszontlátásra! Hú, anyám megint csomagolt, nekem narancsot kértek! Igen! Mi volt az, pattanás? Milyen pattanás? Hát, amit a tükörben néztél. Jó, nem. Akkor azt nézted, hogy milyen helyes fiú vagy? Épp az, hogy nem, tök ronda vagyok. Dehogy vagy ronda? De, ronda vagyok és tehetségtelen. Bezzeg Ágoston, ő mindenki kedvence. Ágoston, oda menni a kulcsit, Ágoston, oda jó illatod van. Tényleg mindig jó illata van. Kinek van jó illata? Ágostonnak. Én még sosem szagoltam. Még jó. Szerintem nem az a baj, hogy Ágoston menő, hanem hogy... Hanem? Jó, akkor majd én kimondom. Hanem, hogy én sosem leszek ilyen menő. Jaj, Palkó, miért akarsz olyan lenni, mint Ágoston? Én sem akarok olyan lenni, mint például Anna. Miért? Én milyen vagyok? Hát más. Barna hajó, én meg szőke. Én a matekot szeretem, Manfred pedig a történelmet. Ja, Ágoston vagány, én meg pancsár. Na jó, ebből elég. Majd én csinálok belőled vagányat. Mondja, hárd így az inged ujját, vagy kúcold össze így a hajadat. Nem ettől lesz vagány. Na, majd én megmutatom.
Vagy például legyél figyelmes a lányokkal. Dicsérd meg a frizurájukat, vagy engedd előre őket az ajtóban. Vagy vidd a táskájukat, én is szoktam nővéremét. Én nem, de mostantól majd én is fogom. Dáma? Köszi, elbírom. Ultóra, mennem kell zongorára. Na, csá, és köszi! Szia! Réka néni, megtanulhatom a törökindulót? Hát, Palkó, ahhoz még sokat kell gyakorolnod. De ha ilyen szorgalmas vagy, és ilyen jól haladsz, akkor pár hónap múlva mehet a törökinduló is. Ez az. Jó, most folytassuk innen az aprilisi tiszta búzát. Kedves naplóm, az volt ma, hogy... ő itt a szomszéd kislány. Még nem tudtam kideríteni a nevét, de ami késik, nem múlik. Na mindjárt jövök, csak megcsinálom a videónaplómat. Végül is nem volt olyan rossz ez a nap. Jó fejek voltak velem a többiek, helyre rakták az agyamat. Azért nem volt könnyű. A fejébe vette, hogy ronda, meg hogy tehetségtelen. Ilyeneket mondott magára. Alíz meg jött a csodás ötleteivel, hogy így fésülje a haját, úgy hordja az ingét. Nem érti meg, hogy nem ettől lesz menő valaki? Karate? Na persze. Na mindegy. Annyi a lényeg, hogy Palko megértette, hogy nem az a fontos, hogy hogy nézünk ki, hanem az, hogy mi van itt, és mi van itt. Rájöttem, hogy Ágoston attól olyan menő, hogy tök jól zongorázik. Úgyhogy nem sokára én is megtanulom a török indulót. Tibidibidip, tibidibidip, tibidibidibidibidibidibidip.